szombati megjelent képviselőit, illetve a média megjelent képviselőit. És ugye a mai sajtótájékoztatóknak azt a címet adtuk, hogy megszorítások nélküli megszorítások. Hát valójában ebben a megfogalmazásban már benne rejlik az, hogy egy idézőjeles nyelvtanórára készülünk, vagy készültem a Magyar Szocialista Párt nevében, szemben azzal, hogy a kormány oldal az utóbbi időkben azért már hova tovább szexuális felvilágosításra emlékeztető órákat tartott a közvélemény számára. Most nem akarom itt fölidézni a Felegi Tamás vidám elbasztuk kifejezését, amit ugye a médiatörvény, kommunikáció, médiatörvények kommunikációjára mondott, de minden esetre az nagy ügyítő pillanat volt számunkra, amikor Matolcsi miniszter úr kis eszközével játszadozik egy Széchenyi tervet bejelentő konferencián. Hát arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor pedig nemes egyszerűséggel a Wall Street Journal hasábjain közli, hogy szerinte kívül jobb. Még pontosabban azt mondta, hogy jelen pillanatban nem jó belül lenni. Na most ez azért szeretném mindenkit emlékeztetni arra, hogy annak idején, amikor Írországban volt egy népszavazás arról, hogy csatlakozzon vagy ne csatlakozzon az euróövezethez, pontosabban az Európai Unióhoz, akkor az írkormány egy óriás plakát kampányt folytatott, ahol így sziluettjében mindenféleképpen ölelkező párt mutatott, és az volt az aláírás, hogy belül jobb, it's better inside. Ez volt, hát ezt idézhette föl Orbán Viktor, hogy szerinte belül nem feltétlenül jó. Mi a szocialista párt oldalára azt mondjuk, hogy belül már pedig tényleg jobb, nem csak a szó szexuális értelmében, hanem épp úgy az európai közös pénzt, jelentő integrációban, illetve általában az európai értékeket jelentő jogrendi rendszerben. Viszont ha már itt a ölelkezésnél tartunk, akkor szeretném elmondani azt is, hogy Orbán Viktor tegnap úgy nyilatkozott, hogy a megszorítás kifejezés, ez egy bizonyos szűk, Kört leszámítva valójában nem egy jó dolog, és ő szociális aberrációnak minősítette azt az apróságot, hogy megszorításokra készül már, mint ő, és mi ezt megszorításnak nevezzük. De jelzem a tisztelettel, hogy ez az aberráció ez nem a szocialista párthoz kötődik, ez elsősorban a megszorítás szakkifejezés a Fidesz teoretikusaihoz és rétoraihoz köthető, illetve a magyar nemzet elnevezési nyomtatványhoz, amely egyébként még a korábbi szocialista kormányok idején a különböző intézkedéseket, rendre megszorításnak nevezte, függetlennek tényleges tartalmától. Hozzáteszem, mi nem ijedtünk meg ezektől a szavaktól, hogyha úgy hozta a sors, akkor bizony éltünk a megszorítások eszközével. Orbán Viktor ezt sokkal fokozottabban teszi jelen pillanatban, azzal a különbség, hogy nem hajlandó elismerni azt, hogy megszorításokat tesz. Tehát, ezek szerint nyelvtanulag nézve a dolgokat, ha Orbán Viktor valamiről beszél, akkor annak nagy valószínűséggel pont az ellenkezője az igaz. Tehát, amikor azt mondja, hogy mondjuk egy választási kampányban, hogy igenis helyre és rendre rendbe teszi a közúti, a közösségi közlekedést. Ez ugye most a Wall Street Journal-ben adott nyilatkozat szerint azt jelenti, hogy kevesebb pénzt fog adni a közösségi közlekedés számára. Az, amikor csak kiágazok egy pillanatra, Tarlós István arról beszél, hogy ő meg fogja oldani a hajléktalan problémát, valóban úgy, hogy halára ítéli a hajléktalanokat, hiszen a hajléktalan ellátásra szánt pénzeket ugye csökkenti. Ez is egy mindenféle megoldás, kétség, tehát a történelemben már voltak ilyen törekvések, hát meglehetősen gyászos eredménnyel. De ezen kívül még, hogyha visszamegyünk, hogy Orbán Viktor ugye rendbe teszi Magyarország egészségügyi problémáit, ez most megint a Wall Street Journalben adott nyilatkozat szerint azt jelenti, hogy megkurtítja a gyógyszerkasszára szóló pénzeket, illetve amikor azt mondja, hogy egymillió munkahelyet fog teremteni. Ez valószínűleg úgy kell értelmezni, hogy egy millióval több munkanélkülit fog produkálni. Minden esetre az már egészen bizonyos, hogy mindenkinek igyekszik elvenni a kedvét attól, hogy munkanélkül legyen, mondván, hogy az eddigi mesés és búsás munkanélküli juttatásokat ő már pedig meg fogja nyírbálni. Nos hát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek azok a mozzanatok, amikor tetten érhető az, hogy miről is beszél Orbán Viktor, és mitől más az a cselekedet, amit mond. Ennek Egyébként nem csak a Wall Street Journal-ben vannak nyomai, ennek lenyomata az, hogy ugye, amikor szintén a választási kampányban adó csökkentésről beszélt, ez most valóban azt jelenti, hogy fizetés csökkenésben részesülnek elsősorban az átlagkereset vagy az alatt. Ti jövedelemmel rendelkező magyar dolgozók, ez a magyar dolgozóknak egyébként a 80-90 százaléka. Amikor azt mondja, hogy megvédjük a pénztári megtakarításokat, ez szó szerint azt jelenti, hogy elrabolja az emberektől az addigi névre szóló hosszú távú megtakarításaikat, és amikor ő arról beszél, hogy megvédi és egyáltalán segítséget fog nyújtani a devizahiteleseknek, ez esetben azt jelenti, hogy az égatta világon semmit nem csinál, leszámítva azt, hogy a helytelen gazdaságpolitikájából fakadó elszállt forinttal többszörösére növelte a devizahitellel küzdő háztartásoknak a gondjait. Na, 100. mint száz a Magyar Szociális Párt részéről ezentúl úgy fogjuk tekinteni, hogy minden Orbáni bejelentés az nagy valószínűsége annak pont az ellenkezőjét jelenti ehhez miért nem fogjuk kialakítani a politikáinkat, de azt már most üzenjük Orbán Viktornak, hogy a költségvetés nehéz állapotára való hivatkozással nagyon-nagyon nem szeretnénk olyan mondatot hallani tőle, hogy majd megvédi az embereknek a bankban lévő megtakarításait, mert tartok tőle, hogy az hova tovább akkor még a bankszámlák államosítását is jelentheti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezeket szerettem volna elmondani, és amennyiben ebben a kérdéskörben adódik kérdés, felvetés, Igyekszem azokra méltó módon reflektálni. Tessenek parancsolni. Bocsánat, a helyzet az, hogy még mindig nem vagyok teljesen egészséges, tehát nem igen haló. Ha az volt a kérdés, hogy másról lehet-e kérdezni, akkor azt mondom, hogy hát itt egy picit sikamos terepre megyünk, hiszen nem hiszem, hogy az égen földön minden témára napra készen Nem egy aktualitásról. Tessék? Aktualitásról. Igen. Az lenne a kérdésem, hogy most akkor az MSZP részt vesz az alkotmányozásban, vagy nem? Mert két ellentétes vélemény van. Ugye Bárándi Gergely azt mondta, hogy igen, vissza akarnak menni az alkotmányozás folyamatába, míg Molnár Csaba azt mondja, hogy nem. Hát akkor most mi az MSZP álláspontja? Jelzem tisztelettel, hogy ez nem Bárándi Gergely vagy Molnár Csabának bármilyenemű félre sikott nyilatkozatai múlik, ez a Magyar Szocialista Párt álláspontján múlik. Itt egy picit szeretnék részint elidőzni, részint egy pontosítást tenni. Az egyik az az, hogy a Magyar Szocialista Párt a jelenleg alkotmány, új alkotmány tervezet néven forgalmazott papírköteget veszélyes hulladéknak tekinti ami azt jelenti, hogy ennek az eltakarításában igenis adott esetben lehet majd, és most is a szocialista frakciónak vagy a szocialista pártnak szerepe. De ennek a veszélyes hulladéknak a parlamenti teregetésében bizonyosan nem lesz a szocialista pártnak az igen földön semmilyen szerepe. Ez egyébként kicsit kiterjesztett értelemben is mondható, mert az első adandó pillanatban, amikor Orbán Viktort és kormányát majd deszkával fogja az a nép elkergetni, amelyik egyébként őt magasra emelte, és utána a szocialista párt által alakított kormánynak első intézkedései közé fog tartozni az, hogy mindazokat a jogsértéseket, beleértve antidemokratikus alkotmányt, beleértve mindenféle nyugdíjjogvesztéseket, és nem tudom még mi mindent, mindazokat az antidemokratikus intézkedéseket, amit az Orbáni úgynevezett törvényekkel a Fidesz elkövetett, ezeket egy tolvonással fogjuk visszavonni. Következésképpen nem nagyon szeretnénk ezeknek a törvényeknek a kialakításában asszisztálni. Azaz, az alkotmányozás folyamatában a Magyar Szocialista Párt nem vesz részt, picit sem vesz részt, és a fölkérem az mt t hogy volna olyan kedves nem hamisítani nyilatkozatokat, volna kedves nem hazudni olyan esetekben, amikor bizonyos politikusok 3-4-5 héttel ezelőtti mondatait próbálja aktuális mondatokként elővarázsolni, és azt is pontatlanul. Egyébként jelzem tisztelettel, hogy Bárendi Gergely a nap ha jól tudom, valamiféle állásfoglást fog közéteni, ha bár én magam is méltatlannak érzem, hogy ő magyarázkodja, mikor közben az MTI hamisított. Ezen túlmenően pedig, ha jól tudom, akkor ma délután a párt szóvivője, szóvivő asszonya, Kormos Kata szintén sajtó, telefon sajtótájékoztatót fog tartani, amelyben ennek a kérdésnek egyéb részleteit is hajlandó és képes lesz megvilágosítani. Nem tudom, hogy ez így megfelelő. Köszönöm szépen. Rédi Balázs vagyok a Hír a miniszterelnök beszélt a nyugdíjakról is, azon által is említett interjúban, és azt a törekvését, azt például tudja az MSZP támogatni, hogy a nyugdíjkorhatár elérés előtt senki sem menjen nyugdíjba? É, mint hogy ez a mondat is ugye nagy léptékben hazugságokra épül, ezért nagyon óvatosan mondanám azt, hogy bármelyik részletét esetleg hajlandók vagyunk támogatni Orbán Viktor törekvéseinek. Magyarul Orbán Viktor nyugdíjügyi törekvéseit unblock elutasítjuk. Ugyanakkor természetesen lehetnek bizonyos egybeesések. A magyar szocialista párt, mint a baloldali pártnak az álláspontja mindenféleképpen az, hogy olyan nyugdíjrendszere van szükség ebben az országban, amelynek megfelelően mindenki, olyan sokáig dolgozik, amilyen sokáig csak teheti, értelemszerűen ezzel is rövidítve kiki, -ki, hát élet minőségének megfelelően azt az időszakot, amit ugye inaktívként töltünk el ezen a földi életben, Ebben benne foglaltatik az is, ebben benne foglaltatik az is, hogy méltányos nyugdíjkorhatára van szükség. De hát nyilvánvalóan nem tud mindenki 60-70 éves koráig dolgozni, ez egy külön világot jelent. Ezzel együtt a magyar szocialista párt, a finomszabályozás eszközeivel élve, a kormányzása idén is mindig igyekezett arra, hogy a nyugdíjkorhatár, illetve a tényleges nyugdíjba menetel közötti, már nyugdíjba meneteli évjáratot illetően, ez a bizonyos olló, ez szűküljön. Ugyanakkor az Orbáni hazugságok közé tartozik, hogy 40 év szolgálati viszony után nyugdíjba mehetnek a nők, majd hozzátette, hogy kivéve, olyan sok a kivétel, hogy végül is csak egy olyan kb. 200 nőt érint ebben az egész országban ez a bizonyos kedvezmény, majd ezt megfejeli azzal, hogy no de aztán senki nem fog semmilyen kedvezményt kapni. Tehát itt érhető tetten az, hogy Orbán Viktornak konkrétan egy szavát se hisszük el. Magyarul bármilyen törekvése van, mi élünk azzal a gyanúperrel, hogy ott valami pont, valami egészen eltérőt tervez. Következésképpen nem látjuk indokát annak, hogy egy olyan politikus bármilyen nyugdíjügyi elképzeléseit támogassuk, ami még egyszer mondom, úgy kezdődött, hogy ellopta az embereknek a hosszú távú megtakarításait. Nota bene, az alkotmánybíróságnak itt még lehet dolga, mert az öngondoskodás ravaló való jog csorbítása, az mindenképpen az emberi méltóságnak a csorbítását jelenti. Ezt csak úgy mellesleg tettem hozzá. Igen? Azért kérdezem, már hogy a szocialista kormány alatt született az a rendelkezés, hogy aki nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba megy, az csökkentett összegű eljárásra jogosult. Ez így Ellátása. van. Tehát, hogy ebből nem következhet az, hogy még csak van valami, amiben egyet értenek? Tehát, hogy... Bocsánat, elfelejtettem mondani az imént ennek az egész rendszernek a másik felét. Tehát, hogy mindenki dolgozzon a lehető legtovább, ezáltal a lehető legmagasabb nyugdíjat fogja tudni élvezni, aki viszont korábban megy el nyugdíjba. Mert, mert, mert. Most nem menjünk bele a különböző lehetőségekbe, hogy milyen részletek miatt van ez így vagy pedig értelemszerűen, hiszen hosszabb időt tölt inaktív állapotban, ennek okán a havi arányos nyugdíj az, az, az óhatatlanul kevesebb. Tehát egy ilyen rugalmas rendszernek a, a, a kiépítése, ez benne volt a szocialista párt hosszú távú céljaiba. Hozzáteszem, nem csak ezen múlik, hanem nem véletlenül említettem az öngondoskodási elemet is, mint egy nagyon fontos pillérét ennek az egész képletnek. De ö, ö, egyébként ugyanez igaz, ugyanez igaz az e, erre az esetre is, mint ahogy a média e, e, törvényen, és hogy nekem tök mindegy, hogy Orbán Viktor honnan és milyen példákat hoz. Orbán Viktornak pontosan ugyanaz a mentális problémája, mint Frankensteinnek volt, hogy látszólag minden egyes része valahonnan származik, és úgy valahogyan magyarázható, csak összegészében rettenetes. Hát ez a probléma a nyugdíjügyi elképzelésekkel is. Igen? Tomai Ügyt vagyok, Eko Televíziós médiatörvények kapcsolatban ennek kérdésem. Szeretném, hogyha reagálna egyrészt a tegnapi tüntetésre, másrészt pedig ma jött le az, az információ, hogy Martin Schulz, az Európa Parlament német szocialista képviselője felszólította Orbán Viktort, hogy vonja vissza a médiatörvényt. Erre szeretném a reagálni. A médiatörvények, mert ugye legalább három van. hát őszintén szólva a tegnapi tüntetés is jelzi azt, hogy anélkül, hogy a különböző politik, ellenzéki politikai pártok bármit is csinálnának, vagy bármit is csináltak volna, civil oldalról is egy fokozódó harag és ellenállás mutatkozik a kormány antidemokratikus törekvései melletti makacságával szemben. Ez számunkra azt jelenti, hogy várhatóan még többen lesznek, azt hiszem január 27-én, akkor hirdették meg a legközelebbi, hasonló rendezvényt a vonatkozó civil szerveződések. A Magyar Szocialista Párt értelemszerűen szolidáris ezekkel a kezdeményezésekkel, és a ő maga részéről természetesen a parlamenti és egyéb dimenziókat ő, is ideértve azért szintén fog különböző akciókkal előállni. Mi a magunk részéről szolidaritásunkról biztosítjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek idehaza is <tosz> kimutatják a médiatörvényekkel szembeni társadalmi ellenállást. Ami pedig ugye a külső ellenállást illeti, most például a Martin Schulzra gondolunk, teljesen természetes, hogy a frakcióvezető úr egyébként pont a miniszterelnök jövő heti Strasburgi meghallgatása előtt tette ezt a nyilatkozatát. Az lenne igazából elegáns, hogyha és már azzal az ígérettel tudna érkezni a magyar miniszterelnök, ha bár az ígéretei azt tudjuk, hogy ő körülbelül mennyit érnek, nullát, de ezzel együtt pszichésen, az nyilvánvalóan az európai közvélemény számára nagyon megnyugtató lenne, hogyha Orbán Viktor már előzetesen tudná azt kiszivárogtatni, jelezni, hogy kormánya indítványozni fogja a saját melukjainak ott a parlamentben, hogy vonják vissza a médiatörvényeket. Habár Győri ő éppen a minap azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktort kemény fából faragták. Ez esetben mi a fafejűségre gondolunk. Köszönöm. Igen. Bár mondhat, hogy nem akarsz más témákra beszélni, de mégis azért végigmentünk az aktualitásokon. Egy másik dolog szintén ma jelent meg a sajtóban, hogy a Terézvárosi volt képviselőtestületből több személy ellenvádat emelhetnek. Itt a cikkben ugye Verók István neve is előkerült, bár ezt sehol nem erősítették meg. Reagálná -e erre, hogy a Magyar Szocialista Párt ezzel kapcsolatban milyen Nem zárom ki, de esküszöm, ö, ö, annyira visszhangzik a terem, és annyira rossz a hallásom, hogy egy picit tagoltabb, hogyha. Föl te Igen, el... tehát ö, a Terézvárosi ingatlan ügyekben állítólagosan a, volt az előző képviselőtestület, tehát a Terézvárosi képviselőtestület több tagja sajtóhírek szerint MSZP és szdsz tagok ellen ö, terveznek vádemelést a sajtóhírek szerint. Ezt a mai lapokban még nem erősítette meg sem az ügyészség, sem pedig a rendőrség. A szocialista pártnak van esetleg reakciója, álláspontja ezzel kapcsolatban már? Van. A szocialista pártnak határozott, határozott álláspontja, amit egyébként megerősítettünk a tavaly nyáron megválasztott új vezetőség részéről, hogy azokat a provokatív és az ügyészséget, bíróságot, rendőrséget is ügyekbe belehajszoló fideszes politikának nem fogunk fölülni, ami különböző politikai akciókat a büntetőjog eszközeivel próbál megtámasztani. Következésképpen mi a magunk részéről szolidárisak vagyunk a 6. kerületi terézvárosi elvtársainkkal is, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy melyek azok a tényszerűségek, amelyek egy ilyen atakot esetleg alá tudnak támasztani. Mindazonáltal mi nagyon komoly kétségeket támasztunk minden ilyen esetben, tehát az azt jelenti, hogy finom szóval is erőteljes rezervációval fogadjuk az ilyen híreket, de első lendülettel mindenképpen szolidárisak vagyunk a hírbe hozott elvtársainkkal. Hát ha köszönöm. nincs egyéb kérdés, akkor nagy tisztelettel kívánok mindenkinek hihetetlen boldog szombatot, és látom a tekintetekben, külön köszönöm Önöknek, amelyek jobbulást kívánnak, azoknak a szándékoknak, amelyek szerint jobbulást kívánnak. Nekem rám fér. Köszönöm szépen, és további jó mulatást, neked is jó egészség! Köszönöm.